Idén másodszorra hirdetnek győzteseket a Magyarország legszebb Betleheme pályázaton, melyet a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Hungarofest Nonprofit Kft. Közösen hirdetett meg. A győztes idén Makó városa lett, ahol 2020. november 29-én, advent első vasárnapján a makói hagymatikum előtt került kiállításra az alkotás. Néhány héttel ezelőtt kaptuk a hírt, hogy egy évvel ezelőtt benyújtott pályázatunk Magyarország legszebb Betleheme pályázati kiíráson Bertus Barca Anikó művésztanár kollégánknak, akivel gyakorlatilag évek óta együtt dolgozunk sok más projektben is. Az ő pályaműve nyerte el az első díjat. Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hiszen advent első vasárnapján egy olyan közösségi teret ad a város lakói számára, ahova ellátogathatnak adventi hangulatban a gyönyörű szép művészi alkotás mellett karácsonyi dallamokat, illetve a betlehemi karácsonyi történetnek az eseményeit hallgathatják meg. Amellett, hogy nyilván szomorú a helyzet, de az, hogy itt ez a Betlehem megépülhetett, és ide eljöhetnek, és itt egy picit még jobban test közelből élhetik meg ezt a hallható hanganyaggal együtt, azt gondolom, hogy sokkal inkább szükség van erre, mint valaha. Ilyen feltöltődési lehetőségre. Nekem is egy nagyon kisgyerekkori élményem van, a Betlehemnek a titokzatosságát, a gyermeklelkűségét, ahogy ezt a történetet én is kiskoromban elképzeltem, és nagyon sokféleképpen földolgoztam már egyébként művésztanárként is gyermekekkel, úgyhogy úgy lehet mondani, hogy ez itt a csúcsa az én betlehemi pályafutásomnak. Nagyon fontosnak tartottam, hogy amellett, hogy makoveci ihletésű, azért szakrális jelentéssel is bír nyilván az egész jelenség, úgyhogy ezek az elemek is megjelennek, illetve a tipikus betlehemi szimbólumok, a nyolcszögű csillag a padlózaton is megjelenik, maga a tér is nyolcszög elrendezésű, illetve a három bejárat fölött is ezek a szimbólumok jelennek meg, angyal és a nyolcszögű betlehemi csillag. A teljes betlehemi történet szereplőgárdája majdnem, hogy jelen van. A pásztor az helyhíján nem fért el sajnos, de egyébként kis Jézus, aki egyébként még nem született igazság szerint meg a mai nappal, de már betettük, hogy a látvány azért a gyerekek rácsodálkozására teljes legyen. Az angyal, illetve a József és Mária vannak a közvetlen közelében, tehát a Szent Család, akik a kompozíciónak a legfontosabb része. A három király, illetve néhány állat van még jelen, a barlang és a az alatta lévő szikla az, ami, illetve a csillagos égbolt, ami körülveszi őket. A hanganyagban polgármester asszony, Farkas Éva polgármester olvassa föl János evangéliumát. A hangfüzér tartalmaz helyi gyerekkórusok földolgozásait is, illetve ezen kívül Luther Imre is hozzájárult, illetve a Szent Efrém férfi kórus jogdíjmentesen ehhez a lejátszható hanganyaghoz. Mindegyik nyilván kapcsolódik vagy hangzásában, vagy témájában a legszebb bibliai történethez. Mivel művésztanárként nagyon sokat foglalkoztam gyerekekkel, én tudom, hogy ez egy kedvenc történet. Tehát azon túl, hogy ez egy igaz történet, nagyon sokszor mesébe is tudják magukat nem csak a látvány által, hanem a hallottak által is képzelni, és azt gondolom, hogy ezt a történetet nagyon sokan titokként élik meg, és ezt a titokzatosságot szerettem volna azzal emelni, hogy ez itt a belső térben egy fél homály, és egy bennelevés, tehát egy ilyen atmoszférikusság veszi körül, tehát hogy azon túl, hogy külső szemlélőként nézhetik, benne is lehetnek egy picit azáltal, hogy a belső térben a kis padokon tudnak feltöltődni, esetleg elmélyülni. Érhetetlenül nagy ajándék városunk közössége számára, hiszen a járványügyi helyzet az egész évben sok mindent felülírt, mind a gazdasági, társadalmi és mind a közösségi életet is. Így városunkban advent időszakában tulajdonképpen nem tarthatunk együtt olyan közösségi programokat, amelyek hagyományszerűen itt a Makovec téren minden évben megrendezésre kerülnek. A makói Betlehem egyrészt Makovec Imre örökségét üzeni, hiszen városunk 13 építménye, a mester által készített 13 építménye itt található. Másrészt üzeni, hogy áldást kérünk egész nemzetünkre ebben a különleges járványügyi helyzetben. A hitnek a megélését egy megújult élethelyzetben, életminőségben,
és természetesen az újjászületés reményét kérjük a pandémia időszaka után. Makó Betleheme 2021. január 6-áig, illetve az elkövetkezendő évek adventjeiben is látogatható lesz.